Hello. Sziasztok, üdvünk a Gamer Patkányok, és most egy új MTS szervert fogunk kipróbálni, mégpedig a FlyMTS-t, melyet itt láthattok. Ugye egy egyszerű server browser, majd Fly, és kidobja szépen a FlyMTS-t. Ehhez le kell tölteni az 1.3-as MTS verziót, mivel az 1.4-et nem támogatja még az adott szerver. 700 megát letölt, is először is egy elég érdekes regisztrációs rendszerrel találkozunk. Szóval itt egy elég érdekes regisztrációs rendszer van, mert be kell írni a felhasználó nevét, jelszavat. És itt kell a regisztrációra nyomni, és így lehet regisztrálni, ami szintén elég érdekes, de jó 10 percbe, tehát még megfejtettem, hogy ez így működik. És innentől kezdve még én se jártam itt, úgyhogy... És meglátjuk, hogy... Tökéletben van írva, hogy fehér, és közben így ér, nem igen. Na azt figyeld, azért hogy megtaláltam a valódi szis, skint is. Ja. 180. Ne nyír még ki, várja. Az ambis bugolt, jó. Na jó, hogy tudom animokat benyomni? Ne. Jó, leszálltam én is. Where are you? Várjál, mert csorjunk már hoz kocsit, mert... Hallod, elkezdett a riasztó menni, hogyha ki akarom nyitni. Aha. Na, csak kéne már egy autó. Menjünk már autókerhez. Tényleg az itt van, nincs messze. Hol itt? Hát ott van a Jeffersonnál, nem? De ó, mit találta nagy menő? Egy kerékpárt. De nem már. Ne vidd el a bicajt. Ne. Ez se Heroes and Generals, hogy egy bicajon lehet ülni. Derékteljen súlyosan megsérültél, azonnal mentőre veszünk. Kinek kell itt mentő? Na. Köszönöm. Nincs. Nem működik. Mi nem működik? Jármit tartom. Jó, akkor vagyunk tovább. Civil járművek respawnolva. Respawnolt. És még... Rendőrség tulajdonos nincs. Király. Viszont. Ezt a skint ezt sürgősen le kell cserélni. Hát nem tudom, komputó, nem tudom, hol autó repülhely. Hát a zseniális izé admin segít meg nem ír vissza. Írtam neki, hogy kedves AS, mehetetnál válaszra, vagy itt nem szokás? Találtam valakit. Mike Bullet. Bullet. Bebágoltam egy kocsiba. Ezt az adminok, tehát nem az, én szinki vagyok akadva, hogy nem válaszolnak, mikor fönn vannak hárban. Mert itt 50 emberre van fönn 3 admin, és egyik se ír. És ezt a kamiont látnod kell majd. Mert? Hát nem tudom, ezt összenyomták ezt a kamiont, vagy nem tudom, de hátul nincs kereke. Autót veszek, mert fog a fogalmadat nem jöttél, csak a csutkamadat mással voltál, kiürült a kosár. Hát, vannak benne modok, meg minden, de azt te vagy. A kultúrvezető, na menjünk tarolni. Hát nincs benne, nincs benne. Na tök jó. Most ráírtam, végre ez az admin válaszol. Gyere ide, értem. Nézd meg ezt a kamiont! Mi van? Nálam a nincs? A kerekeit? Nálam nincs baja. A kerekeit nem látod? Csak nálad Google. Se. Nem látod. Nézd egy playertől, nem lehet mástól autót venni? Veszi mástól. Hát ez beszerás. Mi? Hallod? Mert a per hirdetes egy. Mobil nélkül nehéz lesz. És mobilt hol tudok venni? Oj, de leestem! Na. Perfalt. Bunyózzunk, hogyha meghalsz, akkor csak 3 másodpercet van a fizet. Aki meghal, az jól jel. Hallod? Te setkes. Azt mondja, hogy nincs más fajta, csak playertől lehet venni autót. Hát ez elég tőle.
Na. Car shock system van. Aaaaaaj, egy kombó. Ojojoj, mekkora bunyó harti van. Hogy is lehet rúgni? Hú, lehet rejtettem. Na, nem lehet védekezni. Elkezdtem vérezni. Folyik a vére. Gyerünk! Elkal! Megöltél te rohadék! Né! Á! Ke! Mestuál! Ennyi? Ez is komoly! Vesztettél valamit? Mi van? Mivel meghalt ezért minden készpénz eltett. Buszi, ezt nem tudom. Nem tudtam! Na, be kell tennem bankba a pénzre. Nem tudok ugrani. Aha, jó, tehát akkor el kell mennem kórházba. De ezt orvosnak büdös életben fog találni, hogyha egy ember nincs a játékban. Ugorjál le valamit, az dögölj meg te is. Ez egy fos. Kérj már akkor valaki talált olyan fegyvert, vagy valami. Tudod, hogy ez egy fos. Azt jelenti nekem, hogy vigy, ua, guzv. Úgy írtad neki, hogy ez egy fos? Na. Ez valóban egy fos. Hallod? Na? Nekem... Szerinted lehet az, hogy nem látjuk? Hogy ő magyar, én meg szerb is lehet, hogy én azért máshogy látom az ő írását? Aha, simán lehet. Jó, mert nekem írt valamit, nekem kérdezett, és az volt, azt írta, amit én látok, hogy vdi ua guzv kérdője. Mondom neki, hogy nem értem a hülye nyelvet teriba. Arra fogja, hogy ilyen kevesen vannak, hogy este van. Ja. Az, hogy a hétvégén van 9 nap. Hát gratulálok neki, de mondd azt, hogy adjon fegyverengedélyt nekem, ez az egyik. Másik az, hogy adjon valami rohadt kocsit, és adjon egy kis kevés pénzt, meg kezdőtőkét. Mert ez így fos. Aztán kell az a gyerekünk. Én már most vettem meg magam bele. Menj el déli, én most értem minden. Új, de nagy animáció volt ez. Új. Itt van a srác, a kórházban, az kiderült, hogy ismer. Nem érted, hogyha nem szerb ő is. Mi van? Várja, van fegyver ennek a gyereknek. Adja már oda. Ez így tök jó, hogy szerbek vagyunk és nem értjük a másikat. Shotgun, kaptam shotit. Hallod, van shotim. Csak shotja van. Marker, ne sírj már, kaptunk shotit, lelőlek mindjárt. 5 milliót kaptunk. Hallod, Szabi? Szabi, tudunk venni fegyverengedélyt. Mit csinálsz? Fegyverengedélyt tudunk venni. Hol? Gyere, már mindjárt mutatom. Nem tudom, itt van valami aluljáró is itt. Merre mentetek? Fegyverengedély. Sikeresen vett el egy fegyverengedély. Várj, gyere a fegyverkereskedőhöz. Ott le van én most. Na, hozz valami szép fegyvert. Nincs rajta elég pénz, hogy bemenj. Mennyi pénz kell bemenni? 10 000. Ezeket ugyanon az nem tikmálni. De akkor úgy költöm a pénzt, mindig soha. Na, lássuk mennyik a fegyverek. Az ott egy Uzi? Na mit vegyek?
Hát a legdrágább izét, fegyvert adta. Hát pisztolyt vegyél. Pisztolyt? 9 mm-es kézi fegyó? Hogy tudok megtanulni nyelvet? Nem tudom. Most ezek most elkezdtek szívózni velem. Hol? Kint RP meg volt. Milyen RP? Fejbe lülöm őket, nem? És? Mi futok az ott egy sotival teretek? Elkezdtek tovább. Hussám, le kell szarni. Szard le, amit mondanak. Jó, hát úgy se értem. Gyere csak, gyere el. Na, ne már. Nyugi. Hallod, lelőtt. Ez annyira érdekel ez a szállam, hogy befosan. Szólj már a srácnak, hogy gyertek a izéhez a kórházhoz. Nem tudom, de ő lövöldöz. Igen? Aj, micsoda tíz pár, baj van. Jó, most már is, hogy van fegyverünk, ez így jó. De hol lehet venni? Cseveszre futnak. Igen. Hú, de nyomkodni kell a space-t folyamatosan. De baromi gyorsan. Minél gyorsabban nyomkodod a space-t, annál gyorsabb. Az itt vagy bent a váróban. Nem, ide nem látsz be. Én is próbáltam bejönni. Mindjárt kín vagyok szerintem. Not. Ez ilyen NPC, aki be van üldözve, hogy legyen valaki a szerveren. Kifogytam a történetből. Már megint. Mert ez sikeresen felépült el a közövigyelmódra. Ne, az is most jöttek csak ki. Késéssel. Hogy elkezdett ütni a gyerek. Igen? Aha. Végezzünk vele. Felálltam a kocsi tetejére. Áj. Babe, áj. És hol van a gyerek? Gyere. Az, aki ott lopja a kerékpárt, hallod? Azt a... Na, ez egy az a DB volt. Ez örökre. De ez most elég tartottam, úgy meg nem érdekel. Mit csináltál? Mit csináltál? Találtam egy kocsira. Aztán utána léptem. Ki után? Ja, akkor mire van az az admin volt, amelyik itt kerékpározik? Valami Damien vagy ki. Te is kibannoltatod magad? Ja, hát tudja, te is akkor már. Akkor te is vegyed. Az IMTA az az a hely, ahol az adminok a PM-ekre nem válaszolnak, de bannolni azt tudnak. Azért, mert felállsz a kocsira. Tehát egyszerűen siralmas ez a szerver. De egyébként próbáljátok ki, mert egy élmény felmenni és megöldözni egy kicsit. De én nem értem, hogy az, aki még ezen játszik, az mit keres ott. Na én kinézem a következő áldozatunkat. Egyébként az a vicc, hogy az admin OC szidott, azért azt tetszett. Igen. Aha. Olyat ír, hogy ebből fogyott ilkusba. Nem mondom, jó van. Én most leírtam neki, hogy OC szidásban. Erre ő bannol ki engem. Na, egy rövid hír az HMTA-ról. Ez az MTA másik magyar szerveréről. Ugye most fogtam csak fel igazából, hogy szüneltetik jelenleg, mikor fel akartam rámenni. Viszont a Facebook oldaluk, ahol láthatjuk, hogy leállt ugye a szerver. Fejlesztés, tehát újrafejlesztik ebből a dolgokat.
Még az érdekes, hogy először azt írták, hogy az ASMTA nem lesz tuning rendszer, mert ugye nem RP-s az se. Az oké, hogy külső tuningokat lehet. Jó, azért szerint teljesítménytuningot nem lehet majd. Csak optikait. Navigáció, lássuk. Lapszolom a weblapjukat. Aha, tehát csinál egy útvonaltervet, ez mondjuk egy jó ötlet. Na ja, úgyhogy ugye az ész az most leállt egy ideig, de elvileg újra fog indulni, úgyhogy azt most nem tudjuk megmutatni. Viszont remélhetőleg lesz majd tehát lehetőleg lesz Champ gameplayünk is majd a jövőben. You majd igyekszünk. You were banned by Damien Santos. Téged is Damien... Köszönöm van szerver, te is tudod örökre. Na, úgyhogy itt fejeztük be a... a... FlyMTS pályafutásunk. Hosszú volt. Igazából nem is akartam többet játszani ezen a valami. Igazából én még azért tartom azt, hogy remélem a szín kívül is lesz még normális MTA szerver. De majd megnézzük, hogy Champon van esetleg valami. Legközelebb találkozunk, addig is. Sziasztok! Hello.